2012-es évi ára, és 46 forint. Bőven volt dolga a négy tagú zsűrinek az első alkalommal megrendezett bukovinai székelypálinka verseny bírálatakor. Hiába számítottak szakavatottnak, még így is kora reggeltől délutánig tartott, amíg valamennyi beküldött mintát megízlelték és osztályozták. Egy nagyon szép számmal érkeztek minták, 137 minta érkezett, olyan 12 helyről érkezett, küldtek be mintákat, úgyhogy úgy gondolom, hogy szép eredmények, de majd a bírók biztos ezzel kapcsolatban bővebben tudnak mondani. Az asztalra gondosan előkészített üvegekben rengetegféle párlat volt. Volt, aki hagyományos szőlőből készült pálinkával nevezett, de akadtak olyanok is, akik egzotikusabb gyümölcsökkel próbálkoztak. Kicsit ellentmondásosak a tételek, tehát vagy nagyon jók, vagy egy kicsit rosszabbak az átlagosnál, és azért a középmezőnyben úgy elég kevés pálinkát találtunk, de látszik, hogy vannak gazdák, akik nagyon oda tudnak figyelni a tételeikre, és igényesek a készítésben, és vannak, akiknek azért még van tanulni valójuk. A minták ízlelése 5 pontos, szigorú szabályrendszer alapján zajlott. A szakavatott bírák igyekeztek a pálinkák minden tulajdonságát értékelni. A minősítés az 5 szempont alapján történik. Először megnézzük mindig az illat és az íz tisztaságát, ebben el tudjuk dönteni azt, hogy a tétel az főzési szempontból, tesztilás szempontjából hibátlan-e, nincs benne előpárlat, nincs benne utópárlat, illetve itt már föl lehet ismerni például a cefrézés hibát is, hogyha penészes volt a gyümölcs, rothadt volt a gyümölcs. Utána megvizsgáljuk nyilván a karaktereket, illat és íz karaktereket. Ott pedig az, hogy az adott fajta benevezett gyümölcsnek mennyire jellemzőek a visszaadott karakterei. Tehát ha azt mondja valaki, hogy ez egy Stanley Silva, akkor hogy mennyire jön vissza a párlatban, amit ő benevezett. És ha ez jó, akkor természetesen felfele pontozunk. Ha pedig találunk benne egy kis visszafogottságot, tehát nem annyira karakteres, akkor nyilván kevesebb pontot adunk rá. Végül az ötödik szempont, az pedig a harmónia. Ilyenkor ugye az illat és az íz közötti összefüggéseket próbáljuk meg szemügyre venni, és hogyha nincs nagy eltérés, tehát nem kiugróan illatos és ízében meg rövid, hanem közel áll egymáshoz az illat meg az íz, akkor nyilván harmonikusnak találjuk a tételt, és ebbe azért itt ez a rész az, ahol egy kis szubjektivitást bele lehet vinni a minősítés során. A bírálóknak fontos a párlatnak alapot szolgáló gyümölcs vagy zöldség ízével, illatával is tisztában lenniük. Ez pedig manapság nem könnyű feladat, hiszen egyre több a nemesített növény, amik ízükben és akár illatukban is eltérhetnek a megszokottaktól. Valaki nem hallott még egy gyümölcsről soha, tehát nem evett ananászt, aminek kevés a valószínűsége, de ha véletlenül nem evett ananászt, akkor nyilván nem is tudja, hogy milyen ízt, illatot kell ismernie. Itt azért összetettebb a dolog, ugye nyilván a szilváknál, például, meg a kajszibarackoknál, mert itt is találkoztunk már újfajta kajszikkal, ilyen mint a Kyoto vagy Aurora kajszi, amik ugye most jönnek be inkább divatba. Ezek a párlatok, ezek nem annyira lekváros jellegűek, mint régen, ugye a nagymama lekvárjára ismerték az emberek fel a kajszibarackot, hanem inkább citrusos jellegűek, tehát inkább ilyen légiesebb, savasabb hatásokat mutatnak a párlatban, tehát ezt is fel kell ismerni most már. A bukovinai székelyek nem voltak könnyű helyzetben akkor, amikor pálinkát kellett készíteniük. A mai Románia és Ukrajna határán található jellemzően hegyvidéki tájon ugyanis kevés jó cukorfokú gyümölcs termett. A székely emberek viszont a zord körülmények között is feltalálták magukat. Különleges párlatot kezdtek ugyanis készíteni, amiből aztán arrafelé hagyomány lett. Bukovinából is készítettek pálinkát. Hát ott nagy részt az asszonyok dolga volt a férfiak örömére, ugye itt fordítva a reklámot, és ugye a sert is főztek, illetve pálinkát is, pityókából. Úgyhogy olyan pityókát tartottak, éppen utána néztem, hogy hányfajta, ugye nálunk a krumpit pityókának nevezik, pityókával ültettek, és hát volt egy különleges, ami tulajdonképpen ember elé nem igazán volt való, ahogy írja a Sebestyén Ádám könyvébe olvasható, de viszont hát, hogy jó pálinkát főztek belőle. Vagyis a bukovinai székelyek úgy tartják, hogy az a bizonyos krumplifajta enni nem alkalmas, a belőle készített párlat viszont értékes kincs. Az idősek visszaemlékezésre szerint, tehát az asszonyok főzték a sert, meg a pálinkát. Hát a férfiak meg, ahogy mondtam az elég, tehát azok meg használták, de hát azért az asszonyok is szívesen
Úgy gondolom. A bukovinai székelyek országos szövetségénél már most a jövőt tervezik, hagyományt akarnak ugyanis teremteni a pálinka versenyből. Jövőre majd, mivel ezt párhuzamosan szoktuk rendezni egy fajta ételkészítéssel is, ami az idén elmarad, és arra gondoltam éppen, hogy talán jövőre megpróbáljuk, hogy az asszonyokat is kicsit lefoglaljuk, fehér népeket, hogy egy kis pityók a pálinkára addig hát rááll a kezük, és akkor egy kis bemutató keretén belül díjazással egybekötve esetleg ezt a dolgot is visszatudnánk, ugye, ami már elfelejtett szinte minden évben visszatérő programunk lenne. Természetesen ez is egy ilyen fajta vándorlásként lehetőséget adva más településeknek. Úgyhogy hát bízom benne, hogy felbuzdulnak a résztvevők is, meg talán a házigazdák is, ugye elmondása alapján, úgyhogy ezt tovább tudjuk folytatni, és szerintem egy érdekes színfoltja lesz a programunknak.